A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének képviselői tartottak sajtótájékoztatót hétfőn, itt a Megyeháza Goblen termében. A téma apropója az az információs bőrze programsorozat volt, melyet november 15-én Győrben indít el a társaság, és amely a fiatal, elsősorban 40 év alatti gazdákat szólítja meg. A fő célunk az volt, hogy nem egy unalmas előadások sorozatából álló rendezvényt készítsünk itt az országnak az öt pontján, hanem egy szakmai előadások és egy kiállításnak az ötvözetét, ahol lehetősége van a résztvevőknek, hogy az előadókkal, illetve a kiállító partnerekkel személyesen, akár hosszabb időn keresztül is beszélgessenek, kapcsolatokat ápoljanak és építsenek fel, illetve egymással ez egy fontos találkozópont. A rendezvény jó alkalom arra, hogy a legfrissebb agrárpolitikai elképzelésekről és problémákról is tanácskozzanak az érintettek, ilyen például a földtörvény kérdése is, valamint az, hogy elsősorban a földhöz jutás nehézsége miatt csökken a pályakezdő gazdák száma. Néhány év múlva a 60 év fölötti gazdatársam egyrészt nyugdíjba kíván menni, és vagy nincs esetleg, akinek átadja a gazdaságát, vagy pedig, ha eladja esetleg a gazdaságát, akkor is nem lesz, aki a helyére álljon, nem lesz, aki a földet művelje, az állatokkal foglalkozzon. Tehát ha a vidék ilyen módon kiürülhet, elcsendesedhet. Most ezt mindenképpen meg kell akadályozni, tehát erre a Nemzeti Vidék Stratégiában, a Darányi Ignác tervben a kormányzat lépéseket is tett, hirdetett meg. Az ingyenesen látogatható információs bőrzen nem titkolt célja az is, hogy minél több fiatal gazdának nyújtsanak támaszt, hiszen a megyei adatok szerint a 60 év feletti gazdák száma több mint 7000, míg a 40 év alattiaké alig 2000 főre tehető. Ez pedig elkeserítő jövőképről árulkodik.